Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Sziasztok, jó estét kívánok! Ez itt a Politikai Hobbista Plusz, a Politikai Hobbista két hetente péntekenként jelentkező külön kiadása. Egy picivel kevesebb trollkodással, de hasonlóan szórakoztató és nagyon intellektuális témákkal és vendégekkel. Két decens professzor zakóban, Molnár Attila Károly és Gerő András, velük szemben pedig két sutyarák tróger sapkában, Dopman és Ambrózi Áron. És aki hozza nekünk a ma esti témákat, a nagyszerű, csodálatos Petrovics Kinga egy darab telli tömött aktatáskával. Nézzük meg, mi van. Hát ugye aktatáskában sok minden lehet, sok minden rejthet, sok témánk van mára? Amiből választani? Igen, abszolút. Hát akkor légy szíves, ott kotorálsz a papírok között, és húzzál elő kettőt. Meg lesz? Meg. Szuperség. Akkor mindjárt fel is olvashatod nekünk, és akkor belekezdünk. Segítek becsukni az aktatáskát, mert az mindig ilyen férfias tevékenység. Parancsolj meg, oda is adom neked, illetve nem, tudod mit? Mielőtt belevágnánk, azt gondolnám, hogy mit szólnánk egy kis hangulat megalapozóhoz, jó? Tehát mielőtt a fő témáinknak nekikezdenénk, van a táskában valamilyen? Így a... Lehet, hogy akad. Megnézzük akkor. Így röviden az elejére így a hangulat kedvéért. Víz. Milyen bemelegítésnek? Hát mi vízet kaptunk. Tényleg egészségetekre. Ezzel meg is tudjuk alapozni a hangulatot ma estére. De persze, sajnos, hogy felcsillant a szeme a Dopmannek, de sajnos ez csak dekoráció marad az adás végéig. Viszont van egy kis képünk, egy rövid bejátszásunk, és ezzel alapozzuk meg a mai beszélgetést és a hangulatot. Hát, ha egy kicsit fel tudjuk fokozni, hogy kinek mi jut eszébe erről a képről. Illetve azt hiszem, hogy két képünk is van, ez volt ugye az első, ami kikerült, és aztán hát rátromfolt még egyszer. Beleállt az ügybe, ha jól sejtem, a képen látható úr, igen. Kinek mi jut eszébe erről? Bárki mondhatja. Ezzel tényleg csak így alapozzuk a hangulatot. Akkor én kezdeném, abszolút, hogy Péterhez nem jutott el a gasztroforradalom. Nekem ez jutott el. Hát hozzá nem. Rossz helyen keresed a választ. Van a politikusoknak egy alapbetegsége, ez pedig azt jelenti, hogy már nincs kapcsolatuk a valósággal. És néha járulhoz egy társbetegség, hogy Müller Ceciliásan fogalmazok, a társbetegség pedig a népszerűtlenség, és akkor elmennek gyógyszerért a spin doktorhoz, és néha egy kókler. Ugye a spin doktor az amerikai politikából, aki egy vesztes helyzetből a politikus számára megfelelő kommunikációs eszközökkel pillanatok alatt győztesbe fordítja át. Igen, csak néha kóklert fog ki az ember, tehát nem igazán jó orvos, és akkor a spin doktor azt a tanácsot adja neki, hogy viselkedjen úgy, mint ahogy a nép viselkedik, és akkor egyen parizeres zsemlét, vagy körözött test, és akkor a nép így szeretni fogja, akkor így ebben a pillanatban így elhiszi a nép róla, hogy baszki, ez a csávó, ez egy közülünk. Tehát ez, hogyha hatalomra jut, akkor a saját melléből fakasztott vérrel fog minket táplálni, ez annyira jó ember. Na mindenki kb. Egy percet. Nem zsemle volt, nem figyeltél, kifli volt, ami mutatja, hogy a török kapcsolat a Jobbikban megmaradt. Jó, csak ott van ez a vicc, hogy kérek egy ki, bazd meg, jó lesz a zsömle. De akkor ez nem a habonyi spin doktorság. Ez valószínűleg egy gyengébb minőség. Másképp működik ott, nem? De nem is a Dopman féle, hát te mindig ajánlkozol neki. A habonynak? Nem, hát az ellenzéknek, hogy te majd megjavítod őket. Nem akarják kifizetni a tudást. Mit mondtál volna Jakabnak, hogy mit csináljon? Hagyja a picsába az egészet, és megtanítottam volna főzni. Hát én például... De hát csinált paprikás kukit, csak kihagyta belőle egyszer a paprikát, egyszer a krumplit. Volt valami ilyen. Jó, hát nem vagyunk tökéletesek. Kb. Azt mondanám, hogy 3-4-5 perc, maximum 5 perc, úgyhogy most a fingógép mellett, ami ugye ilyen diszkréten szól, csak biztos egy csengőnk is van, hogy amikor lejár ez a téma, akkor Kinga légy szíves majd jelez, mert úgy látom, hogy azért van mit. Vagy nálatok, nektek mi jut eszetek belőle? Tehát most viccen kívül. Török vonal. A török vonal. Hát mi más? Hát... András? Látom, hogy elég tanástalanul őszít. Ez az ember az a figura, aki a magyar parlamentben a bunkó tahó szerepet hozza, és gondolom egy ennek megfelelő imidzsképet választott. Hát ő itt ugye nem feltétlenül tahó akart lenni, hanem inkább azt gondolom én is. Mert nem beszél. Ambrózi. Ha beszél, ja, akkor tahó lett igen. Volna. Igen. De így ugye a nép fia, aki egy. Aha. Lejárt az idő? Szerintem igen. Jogos, mert hogy vannak és azért komoly témáik is. Mi nem? Mi nem mondjuk? Mit? Hát róla. Hát, vagy már elmondtuk? Mit szeretné még?
Nem akarom beléd folytani a szót. Nem, mert mindenki tahozza ezt az embert, de szerintem egyébként nem feltétlenül tahol. Én például, amikor parlamentbe akartam menni képviselőnek, én ezt akartam csinálni, hogy állandóan beszólogatok meg mindent, tehát ez egy legitim szerepkör egyébként. Ő egyébként tehát a megmondó tanult ember akar ölleni. Legalábbis sokkal tanultabb, mint amit játszik. Szerintem megmondó ember. De te is tanultabb vagy, mint amit játszol. Én nem játszom. Most már nem játszol, igen. De tehát ő ilyen vagány akar lenni. Nehéz feladata van, mert rávezetek majd valamire, tehát ott árnyékban van most, és abból ki akar törni. Aha. Na jó, mik a fő témáink? Szerintem ez csak itt tényleg bevezetőnek kiváló volt. Vajon Gyurcsány beáraszta a 2022-es vereséget? Tudtam. Tudjuk ezt esetleg? Egy picit van konkrétabb megfogalmazása ez a kérdéshez? Persze. Vajon azért szellemizze tovább a vetélytársakat, ezért dolgozik továbbra is azon, hogy egyedül maradjon a bal oldalon, vagy ez csak összeesküvés elmélet? Amiket egyébként az Ambrózi szokott rendszeresen összeesküvés elméleteket gyártani. Igen. Szóval mit gondolunk, hogy ez egy tudatos... Nyilván tudatos törekvés, hogy szalámizza a baloldalt, mert ezt látjuk, de mi lehet a célja ennek? De elmondhatom én akkor az összeesküvés elméletet? Maga logikus úgy kezdeni. Ami nem ismerjük, úgyhogy mondani. Igen, tehát eddig Fekete Győr András volt az egyetlen, aki mind a 106 körzetben ellenzéki előválasztást akart, és mindenki elutasította, és most Gyurcsány itt a évértékelőjére egyszer csak bedobta, hogy mind a 106 körzetben ő is előválasztást akar, és már nem teszi függővé semmitől, tehát nem mond ilyeneket, hogy majd a járvány helyzet esetleg lehetővé teszi, hanem mind a 106 helyen ezt akarja, és ez annak köszönhető, hogyha megnézitek, mondjuk van a budapesti 18 választókör, itt mondjuk 15-ben a Momentum az rajtszé győzelmet tud aradni, a maradék két helyen osztozhat az LMP meg az MSZP, vidéken pedig Észak-Magyarország kivételével a Gyurcsány behúzza a vidéket, tehát a sok-sok népszerűtlen ellenzéki párt közül. Tehát ellenzéki előválasztásról beszélünk, igen. Nem parlamenti választásról. Tehát az ellenzéki piacot, az ellenzéki tortát területi alapon felosztották egymás között a Momentumba, Gyurcsány beállt ebbe, és a maradék négy szereplő, az MSZP, az LMP, a Jobbik, meg a Párbeszéd közül a Jobbik fog kapni néhány pozíciót Észak-Magyarországon, de ez az, hogyha ők képviselőt is delegálnak a parlamentbe, az mind azt fogja eredményezni, hogyha parlamenti házszabályba vissza is alakítják a régit, hogy mi azt jelenti, hogy a bejutási listától függetlenül lehet frakciót alapítani, ezek mind azon lélekhatani határ alatt lesznek, hogy önálló politikai erőt nem tudnak majd 22-ben a parlamentben létrehozni. Tehát, hogyha nem is nyerik meg a választást, akkor is Gyurcsány lesz a legerősebb. Ha meg megnyerik, akkor még nyilván ez ki fog egészülni annyival, hogy még a közjogi rendszert kicsit mahinálnak, hogy ne a végrehajtó hatalomnál legyen az erő, hanem a törvényhozó hatalomnál. Mert hogy a Gyurcsány az eléggé népszerűtlen, tehát ő sosem lesz már miniszterelnök, de... De most ellentmondasz a nyitó kérdésnek, hogy beárasztod a 22-es, mert te azt mondod, hogy ez egy nyerő stratégia, akármi lesz, ő lesz a legerősebb, azt mondja, valószínűleg így lesz, tényleg, de akkor ebben nem igazolod azt a hipotézist, hogy a kérdést, hogy 22-re... Hát azóta tovább 22-t fejlesztettem az összeesküvés elméletemet. Már igen, de ne fejleszt tovább az összeesküvés elméletet, hanem a kérdésre válaszolj, légy szíves. Bár na nyilván elmehetünk mindenféle irányba. Na jó, mert hogy szerinted ez még nem jelent, valóban nem jelenti azt, hogy... Az, hogy a Gyurcsány a baloldalt... le akarja, hogy mondjam, uralni, tehát hogy ott egy egységes pártot akar, hát ezt régóta látjuk, ez a folyamat valószínűleg majd megy előre, előbb-utóbb be is érhet, tehát hogy előbb-utóbb sajnos nyerni fognak. Igen, de ha ő azt gondolja, és el akarja érni, és nyilván előbb-utóbb, hogy mondod, el is tudja érni, hogy egyedül maradjon, de ezt 22-re nem fog még sikerülni neki. Tehát, hogyha egyértelműen ezt az utat akarja járni... Hát még csak 60 éves. Nem azért. Nem, Amerikában ilyen komoly... Persze. Ezt mondom, hogy 22-ben még a Momentum nagyon erős. Tehát, hogyha ő egyértelműen eldöntötte, hogy le akarja tarolni szerintem a pályát. Szerintem a Momentumra szüksége van a baloldalnak. Az Urbánus szavazók miatt. Hogy? Az Urbánus szavazók miatt. Igen. Tehát nem azért, mert azt szokták mondani, hogy ilyen SZDSZ utód, vagy ilyesmi. Nem, ezt nem tudom, hogy az-e, de hogy... De mást jelent most az Urbánus szó, mint az én fiatal koromban. De az hogy... a Momentum a szavazót jelenti. Majd mindjárt megnézzük, hogy mit jelentett a fiatal koromban. Én csak azt akarom, hogy arra gondoltam, hogy tehát a DK az nagyjából ezt a... idősebb volt szocialista szavazótábort meg tudja fogni. A Jobbik valószínűleg ez a mindenki menjen a
az anyjába típusú elégedetlen, akiknek a... hőbörgő... Hát, aki mindig van egy ilyen valahány 10-15%, aki azt mondja, hogy menj, mindenki menjen a felénébe, ez durvában mondják. És akkor van egy réteg, ez a, amit úgy hívnak, hogy ez a, ez a kapunyítási pánikban szenvedők, ilyen 18 és 30 közötti mamájánál lakik, és nincs egy csaja, meg se több is, vagy ha van csaja, akkor nincs rendes állása. Szóval valami nem, a felnőtté válással küzdködő nemzedék, ezt látszik, hogy a Momentum ezeket fogja, ezekre megy rá is. Erre a jobb oldal ezeknek azt mondja, hogy alapíts családot, meg legyen gyereked, meg vegyél lakást, és akkor neki ez nem megy, vagy nem sikerül, és a Momentum ezeket tudja behúzni a baloldali szavazótömbben, én úgy látom. Tehát, hogy itt ez van egy munka megosztása. Momentumra szüksége van a Gyurcsányéknak. Most azt, hogy szerintek, hogyan oldják meg. De nyilván azt akarja, hogy ne legyen elég, tehát, hogy a Momentum neki legyen alárendelve. Jaj, persze, hát persze. András? Hát nem tudom, én... Ezek eltérő interpretációk, de én azt gondolom, hogy egy politika az arról kell, hogy szóljon, hogy valami tartalma is van. Tehát én elfogadom, hogy vannak érzetek, sőt, azok nagyon fontos szerepet játszanak, de mégis, hogy miről szól. Ha én megnézem mondjuk a mai uralkodó párt hívó szavait, tehát én három olyan dolgot tudok mondani, amit rá lehet ismerni, hogy ezek ők. Mondjuk antikommunizmus, nemzet, nemzeti szuverenitás, kereszténység, jelentsen ez bármit is. Ezzel a hárommal azonosíthatóak. Őszintén szólva, szellemes ez a megfogalmazás, ez a kapunyítási pánik, de én fogalmam sincs például az, arról, hogy a Momentum miről szól. Na de kell-e, hogy legyen fogalmad? Mert te, hát vagy neked kellene, de te nem vagy célcsoportja a Momentumnak. Eszébe nem jut a Momentumnak, hogy te valaha rájuk szavazol, viszont az ő célcsoportjuknak nem kellenek határozott konkrét üzenetek, vagy a célok. Na de kik ők? Hát azért ide figyelj, Zsolt, te is, ha találkozol valakivel, lesz egy benyomásod róla. És minél inkább van magja egy embernek, most a magot nem szexuális értelemben nem szexuális értelemben gondolom, már úgy hanem az sem baj egyébként. Személyiség értelemben. Annál, ez egy kódolt férfi sovinizmus volt. Igen. Annál erősebb benyomást tesz rá. Hát az Andrástól nem olyan kódolt. Igen. Nincs ezzel baj. Jó. Hogyha a Momentummal találkozom, nem tudom meg, a kontúrjait nem tudom megmondani. Na de nem lehet, hogy ezt a generációt pont ez vonza, ez a semmilyen, se ilyen, se olyan szaktalan, olyan kis kedves, olyan kis szép, nincs határozott irány, mert nem hogy olyan a lebegésben való lép. Kedvesek azok. Hát a szavazó személyben... Nekem köm a Gyurcsány, nekem a 2022-es választásról szól, amit csinál. A leszalámizás az inkább jellemzője a választás, szerintem még nem akkora szempont. Régebbi időkre nyúlik ez vissza a Gyurcsány szempontjából. Szerintem az Orbán rendszernek jól felfogott érdeke a Gyurcsánynak az ereje. És valljuk be, hogy nagyon jól rámutatott Jakab Péternek az Orbán Viktor arra, hogy mi miatt jött létre a Jobbik, amikor visszaválaszolt a Jakabnak. De azért hozzáteszem, hogy az Orbán is megajánlott egy elszámoltatást a Gyurcsánynak, aztán mégse történt meg. Úgyhogy azt látjuk, hogy a Gyurcsány az remekül használható a Fidesz hatalmának a működtetéséhez, és ez nem ingyen van neki adva, tehát ő egy nagyon nagy túlélő művész, és remekül keveri a kártyát, meg a paklit, tehát játékba tud maradni. Adott esetben fölül is kerekedhet szerintem, ennek még nem jött el az ideje, én nem látok olyan nyugalmat az ellenzéki térfélen, a Jakabnak a nagy hangzatos beszólásai, amiről beszéltünk, azok szerintem pont, hogy nem elsősorban az Orbánnak szólnak, hanem annyira maga alá döngöli a Gyurcsány ezt az ellenzéki térfelet, hogyha megnézzük pont a Momentumot, a hangzatos megmondó figurák, mint a Fekete Győr, vagy a Jakab az Orbánnal szembeni kirohanásánál, már mindent föltállalt az Orbánnak, csak még pizzát nem vitt neki, érted, a parlamentbe. Tehát ők, ezek mind karaktert próbálnak építeni, mert pontosan amit jó rámutat a Fidesz, hogy hát a Momentum se akart szóba állni a Gyurcsánya, a Jobbik se akart szóba állni, erkölcsi dolgok is vannak, stb. De azért valahogy bevonzotta őket ez a nagy fekete lyuk, ami ott jól teszi a dolgát. De az az igazság, hogy a Gyurcsány itt elsősorban azon dolgozik, hogy ő megmaradjon abba a pozícióba,
mint most vagy az Orbánnak az első számú kihívója, vagy pedig egy ilyen partner ebbe a táncba, amit itt járnak már évek óta folyamatosan, mert azért észre kell venni az Orbánnál is, hogy mit mond, mert elmondja a frankot, tehát ugye felszólalnak, hogy nem jut erre pénz, meg arra pénz, meg csak az oligarchák kapják a pénzt, és akkor oda megy, és azt mondja, de hát a vörös báróik is kapnak pénzt. Tehát azért lehet látni, hogy valamiféle New Deal azért megtörtént, egy új egyesség, a 2010-es... Tehát te azt mondod, amit egyébként egy időben a Jobbik mondott, meg ugye a parlamenten kívüli nem is létező politikai mozgalmak, hogy valójában a jobb és a bal oldal között van egy ilyen egyesség. Is. Hát miért azt gondoljuk, hogy úgy van a Yin és a Yang, hogy azok külön egymás nélkül megvan? És mindezt az elszámoltatás hiányából vezeted le? Egyáltalán játszanak együtt. Hát nem volt elszámoltatás. Alapvetően az elszámoltatásban, hogy is mondjam, a köznép projektálta bele, hogy majd itt súlyos vasakba fogják tenni a Gyurcsányt. Igen, tehát azért nem szeretnénk akasztásokat, se egyik oldalról sem, szó, meg a vagyon elkobzásokat. Ne kobozzátok a vagyon, hanem van. A Gyurcsánytól sem. Nem, arról van szó, hogy politikai bűnökért, és politikai vétkekért cserébe senkinek nem osztunk sarokvasat. Ha elkövet valami köztörvényes bűncselekményt, mondjuk a sukorói ingatlan biznisz, ott a bíróság felmentette őket, elengedte őket, meg volt még, ami még egy komoly köztörvényes vád volt, hogy álltak az ő utasítására, nem vonultak ki a MTVA székházának pincéből a készenlétben álló rohamrendőrök, hogy azok az irodistákat ott megverjék a feldühödött tüntetők. Ezt a kettőt nem tudták rábizonyítani, a bíróságon nem állta meg, és innentől szabad elvonulása volt a Gyurcsánynak, de az a vágy, az a mánia, hogy a Gyurcsány azért, mert hogy elkúrta, meg gazdasági csődöt csinált, azért nem lehet börtönbe rakni. Várjál, tévedésben ne így. Én nem vágyom arra. 2002-20. Én nem vágyom arra, hogy az Orbánt elszámoltassák, és nagyon olcsó ígéretnek tartom. Csak egy mondat. De nem fog megvalósulni, az se. 22 előtt már az Orbán is sokkal okosabban fogalmazott, azt mondta, hogy a választások után politikai, jogi és erkölcsi elégtételt fogunk rá. Még egy 18, mondok, 18. Orbán 18. mindig jól fogalmaz. Tehát azt mondja, ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem mit csinálok. De, azt de hát ha belegondolsz, hát ez is ennek az elmúlt 30 évnek, mondjuk nem tudom, a sokadik magyar köztársaságnak ez úgy látszik része, mert hát 90-ben se volt elszámoltatás. Persze, hogy nem pedig volt. Akkor aztán nagyon sokan szerették volna. De nem is lesz elszámoltatás. És aztán ez már fölmerült szerintem, nem tudom, jó, de azért ne korábbi években is, tehát ez nem de egy értem, új dolog, nem, hogy beszélünk róla, és nem lesz semmi. A rendszerváltáskor esetlegesen elvárt elszámoltatást ne hasonlítsuk a politikai váltogazdaság során. Az sem történt meg, pedig az súlyos, súlyosabb, jobban védhető lett volna, mint ez. Ja, hogy azt mondod, hogy még akkor sem történt meg, hát miért várnánk most. De én azt mondom, hogy bármennyire is utálja valaki az ellenkező politikai erőnek a vezetőjét, és a legkevésbé sem vagyok Gyurcsány rajongója, és finoman fogalmaztam, de én például nem szeretném, ahogy az Ambróz is mondja, hogy politikai bűnökért, beleértve a gazdasági bűnök, már ugyanért, hogy az ország gazdaságával szemben elkövetett bűnei, Azok valóban nem köztörvényes. De Zsolti, ettől nem kell félned, mert kapja az Európai Uniós támogatást. Nagyon jó el van ebben a NER rendszerben, ez semmi gond nincsen. És én nem is várok képmutatást, engem az zavar a legjobban. El kell fogadni, itt alkuk köttetnek, játszmák játszatnak, napról napra, hétről hétre, és változnak a felállások. És nem véletlenül vannak sokan megijedve a Fideszben most, hogy a Gyurcsány kezdi ezeket maga alá, de még nem kell. Na most akkor még mindig nem kell nagyon megijedni. Gyorsan szeretnék még feltenni Gyurcsány fel ezzel kapcsolatban egy kérdést. Azt látjuk, és ugye így elhangzott általad is az előbb, hogy DK jól megy, Gyurcsány Ferenc jól megy, de szerintetek Gyurcsány Ferenc saját magának szeretné a hatalmat, vagy feleségének Dobrev Klárának készíti elő? Egyiknek se tudja előkészíteni. Gyurcsányra mondják, hogy minden idők legnépszerűtlenebb magyar politikusa, jól emlékszem, akkor a választók, tehát a választók, szavazatokat biztosra ígérő választók korú polgárok között, akik őt fontos szerepben akarják látni a politikában, az 24%. Na ehhez képest Dobrev Klárának a népszerűségi indexe az 31%. Tehát nincs különbség a kettejük között. Miközben mondjuk Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter meg ilyen 40%-ok környékén van, ők sincsenek túl magasan. Nem vonul háttérbe. Ők csak mahinálni tudnak majd háttérben. Tehát amit ő legtöbb, amit elérhetnek, az, hogy a miniszterelnöki tisztség az egy ilyen báb legyen, amit majd ők ott a Szemlőhegyről irányítgatnak. És lehet, hogy ez a cél?
Biztos, hogy ez a cél. Ezzel a közjogi reformok, amiket most gondolkodnak ott a CEU demokrácia központjában, a jelentős része az arról szól, hogy hogyan lehet Áron, gondolj arra, hogy a politikában is, tehát hogy mi arról beszélünk, hogy mi a kínálat, a Gyurcsány és a Dobrev Klára, és mit tudom én, a Fegyőrnek, ezek a, ők a kínálat, és akkor ezeket mondhatod, hogy alaktalanok, vagy majd nehéz őket azonosítani valamivel, ez egy dolog. De hogyha amivel bíznak, hogy mondjuk a vírus, vagy bármilyen más, nem tudom én... Kis bolygó. Természeti hatásra megváltozik a kereslet, a keresleti oldalon hatalmas kereslet, hogy minden, bárki jöhet, csak ne az Orbán legyen, tehát akkor hirtelen ezek a, ez a kínálati oldalnak a nagyon gyenge kínálata, az hirtelen értékessé válhat, nem most, nem tudom mikor. De 26, szerintem a szavazópolgárok sem olyanok, mint a Gazella, kis filmben, aki kiszabadult a krokodil szájából is belefutott egy pár ducba, tehát azért a szavazók most már tudják, hogy lehet, hogy az Orbántól, hogyha meg akarnak szabadulni, mert hogy ő okozta a járványt, meg a kisbolygó is miatt az zuhant Budapestre, de biztos, hogy nem fognak a Gyurcsányra szavazni. De ennyi politikai tapasztalatot azért már mindenki elsajátott. Mindegy, én az igazság, hogy abszolút elfogadtam ezt a témadiktátumot, mégsem szeretek róla beszélni. Azt látjuk. Pedig ez nem jellemző rá, hogy valamiről ne szeretnél beszélni. Itt van egy ország, amiben mindannyian élünk, és ennek az országnak vannak problémái, kihívásai. És az kellene megnézni szerintem, hogy abban a politikai kínálatból, ami van, most nem csak személyekről beszélek, a javaslatokról, ötletekről, intellektuális innovációról, mi van? És én azt látom, hogy ha már szóba hoztad itt a kérdés során ezt a baloldali összefogást, meg nem tudom, nekem az a legnagyobb problémám, én örülnék a legjobban, hogy másként, ha másként lenne, hogy nem látok intellektuális innovációt. Az az egyetlen, amit hallok tőlük, hogy európai minimálbér, európai nyugdíj, Európa, 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 de ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez a kérdés, hogy a választók tudnak-e, mi viszont azzal kénytelenek vagyunk valamit kezdeni, hogy az első fél idő lejárt. Hamarosan folytatjuk, néhány perc múlva jövünk vissza a második témánkkal. Nagyon várjuk, maradjatok velünk. Ez itt a Politikai Hobbista Plusz, a Politikai Hobbista két hetente péntekenként jelentkező külön kiadása. Csodálatos segítőmmel, Petrovics Kingával, a suhancokkal, hogy ne trógerezzem őket folyton, Dopemennel és Ambróz Járonnal, és a két professzorral, Gerő Andrással és Molnár Attila Károllyal. Az első részben elég sokat foglalkoztunk Gyurcsány Ferenc előtt, most elengedjük, illetve hát a szelleme az továbbra is azért itt marad velünk, de új témánk van. A spiritusa. A második részre új témánk van. Mi lesz az? Hát kell leértékelni a státuszkót, az eddigi nemzetközi szövetségi rendszereket, illetve Magyarország helyét ezekben. És van ehhez is ilyen picivel konkrétabb, hogy mondjam, részletkérdések, amikről mindenképp kéne beszélnünk? Persze. Például van-e még értelme az atlantizmusnak? Uh-huh. Merre tovább NATO? Hogy néz ma ki, illetve hogyan kellene, hogy kinézzen Európa és Oroszország viszonya? Illetve idén 30 éves a V4, jól működik-e? Kell-e még erősebb, még szorosabb együttműködés, főleg egy ilyen sajátos helyzetben az EU-n belül, de sokszor akár az EU ellenében is? Igen, mindig szórakoztat, amikor mi itt magyarok elkezdünk arról beszélgetni, hogy át kell értékelni a helyünket a szövetségi politikában, mert szerintem utoljára Magyarországnak mozgástere ilyen kérdésekben talán a 13. században volt. No. Amikor azt is elkúrta a Kun László, amikor ugye létrehoztuk ezt a Habsburg Birodalom nevezetű szörnyet, ahelyett, hogy Ottokár mellett tette volna a voksát. De lehet ilyenekről beszélgetni, csak nem. De Molnár Attila Károly csak így szerényen mondta, hogy na, hangosabban, hát ennek egy vitaminsornak kéne lennie. Menj oda és pofozd meg nyugodtan az Ambrózit. Azért annyira rossz a helyzet, azért Andrássy gróf idejében azért még volt a Magyarországnak valami mozgástere, a monarchián belül, de azért volt mozgásterünk, tehát ez a 20. század, hát az így. Igen, ez volt a mozgásterünk, hogy ki tudjuk-e bulizni, hogy mondjuk Boszniát a korona jogán csatolják a birodalomhoz, vagy a nem tudom, a foglalás jogán, és még ezt se sikerült elérni, hogy a korona jogán, de szóval szerintem nincs mozgástere Magyarországnak, de még lenne mozgástere, hogy is mondjam, tehát ott az lesz a vége, hogy ott leszünk, mint a vízben, hogy amikor ugye helyünk a NATO-ban, hogy a NATO-hoz lassan azok az országok is csatlakoznak, akikkel valaha közeljövőben, távoli jövőben fegyveres konfliktusra lehet számítani, például Ukrajna.
Tehát Ukrajna is már a NATO-nak a küszöbén van, és akkor úgy leszünk, mint a világháború, hadat üzenünk Amerikának, és az amerikai nagykövet, hogy ügyvivő kérdezi, hogy mi a problémánk az Egyesült Államok a területi követelésünk van ellenük szemben, és akkor nincs. Kivel van területi követelés? A románokkal. És mi a románoknak hadat üzentek? Nem, a románok a szövetségeseink. Igen, ezt ismerjük, ezt kicsit, a kicsit hosszan elmondtad azt, hogy amit Kovács külügyminiszter úr mondott, hogy merjünk kicsik lenni. Köszönöm. Kicsit hosszabban mondtad, de végülis ezt mondtad. Az Ambrózi is egy igazi kommunista akkor. Nem, ezt nem mondtam, hát külügyminiszter. De mondd, mert akkor legalább lesz egy jó parázs vita itt a stúdióban. Milyen mozgásterünk van? Milyen mozgásterünk van? Tehát vannak távolsági bombázóink is? Nem tudom. Vettünk most már tankokat. A mozgástér az fizikait jelent? Vagy? És mindenképpen csak a háborúban lehet mozgástérről beszélni? Tehát nem politikai mozgás. Gondolj, hogy mondjuk a túlerős német, vagy mondjuk túlerősnek észlelt Németországgal szemben azért csak így összerándult a V4. Tehát a V4 azért azóta működik együtt, amióta mondjuk Németországnak nagyon jól megy, és ezt ki is fejezi. Persze, de ez az unión belüli játékok, de... Na de ez a fontos kérdés, hogy a V4... Hogy a V4, uh-huh. ugye... A négy ország együtt nagyjából kitesz egy németországnyi, vagy talán még nagyobb lakosságot is. Tehát, hogy a V4 hogy egyre hangosabb, egyre erősebb, és az EU-n belül, hogy ez nem okoz-e előbb-utóbb valami fajta komolyabb surlódást akár az Unióval? Én azt szeretném mondani, hogy az helyzet, hogy én nekem nagyon megnyugtató az, ami most van nemzetközileg Magyarország tekintetében. Tudnék, a 20. században Magyarország ugye két világháborúban vett részt, mind a kettőben a vesztes oldalon. És én, ez kicsit besokal az emberettől, ebből nagyon-nagyon sok probléma származott, és ma úgy látom, a ma alatt értem a rendszerváltás óta utáni időbe, hogy Magyarország a történelem győztes oldalán van. Hát egyetlen egy létező olyan katonai szövetség van, ami hál' Istennek nem kell kipróbálnia, de ha kipróbálhatnának különböző nemzetközi helyzetekbe, akkor valószínű hatékony lenne ez a NATO. Hát sokkal jobb a NATO-ba lenni, mint bármely más katonai szövetségbe. Egy-kettő pedig Magyarország, ez a másik erős nemzetközi kötelezettsége, hogy tagja az Európai Uniónak. Én tudom, hogy a jobb oldal általában negatívba szeret beszélni az Unióról. Nem az Unióról, hanem az Unió bürokráciájáról, igen, az Unió igen. jelenlegi irányvonalairól, tehát magáról az Unióról nem. De igen, de ez értett, hogy szóval nem a szerelem van, a konkrét nő van, hát persze, tehát az Unió az a bürokráciával együtt van. Na de a konkrét nő is lehet azért egy... Ha megvetted a szerelmet, megvetted a konkrét nőt, vagy nem, érted? Igen, de hát hogyha ha a konkrét nőből kurva lesz, miközben dámának szűnt... Nem, hát egyáltalán nem lett kurva. Hát az a lényeg, hogy egy mélyen igaz magyar nemzeti érdek az Unióban benne lenni, de miután ez egy érdekkapcsolat és nem egy szerelmi kapcsolat, mint minden ilyen politikai... Ezt mondta a miniszterelnök is, hogy az érdek alapokat igen, csak azt jel mondom, az Unióval kapcsolatban visszatér. Szerint a negatívumokat mondja az Unióról, a baloldal egy másik hangja nyomán csak a pozitívumokat, holott szerintem a dolog úgy áll, a jobb oldal egy érdekkapcsolatban vannak jó dolgok is, rossz dolgok a jobb oldal deklarálja, hogy az Európai Unióban van a helyünk, csak hogy az Európai Uniónak nem egy ilyen ideológia gyárnak kellene lennie, ami ráadásul rá akarja erőltetni egy konkrét, jelenleg uralkodó ideológiát igazán az összes tagállamnak. Igazán nem akarja rá erőltetni, szerintem akar, ez humbug. Tehát mindenkinek van szüksége retorikára, meg műbaléra, de ezt az Európai Uniót szerintem az emberek a fejükbe összekeverik ezt, azt hiszik, hogy ez valamilyen nagy intézmény, meg ez egy húha dolog. Ez egy kereskedelmi szövetség, amiben vannak magállamok, hát szeretik magukat kiszolgáltatni, ezért hajlandóak pénzt fektetni azokba, akik által ki akarják magukat szolgáltatni. Na most én ebbe szoktam az Orbánt méltatni nagyon, hogy ebből a kapcsolatból ki tudtott hozni egy olyan viszonyt, aminek a folytán tulajdonképpen Németország le van valamilyen módon kötelezve Magyarországnak, tehát úgy tud szambázni a Németországnak, illetve a német multiknak nyújtott adókedvezménnyel, munkaerőbérekkel, stb., hogy Magyarországot egy olyan helyzetbe tette,
az ipari kapcsolatokon keresztül, ami hát ott tárgyaló képes Európai Uniós dolgokba, de én nem keverném ezt össze az, hogy most itt a Deutsch Tamást hogy tiltják ki, melyik bizottság mit hozott, mert az Unió ezekkel a ilyen-olyan szabályaival, törvényeivel, amiket akar hozni, igazából fut maga után. Tehát a fundamentumokat, az alapokat nem úgy fektették le, nem úgy alakult ki a közösség, hogy ezekkel az elvárásokkal lehetne operálni. Valamilyen alapvető elvárások egyébként vannak. Hát nem léphet be nem demokratikus ország. Nem lehet benne. Alapvetően egy diktatúrát ki kéne vágni belőle. Ez így működne. Tehát én az elválasztanám azt, hogy mi a hangulatkeltés, és mi a valóság. És a baloldal ezért csapja be a saját szavazóit különben. És ezért ez legalább olyan gyenge hakni, mint az elszámoltatás. Hogy az Európai Unió ezt csinál, meg azt csinál, meg így fogja. Az Európai Uniónak vannak jól felfogott gazdasági érdekei, amiket politikai érdekekkel vagy szándékokkal támogat. De várj, de nem inkább arról van szó, hogy van egy ideológiai nyomulás, kulturális akármi, és ugyanakkor vannak nemzeti érdekek is, és a magállamok, akiket mondtál, tehát nem az uniónak van érdeke, hanem a magállamoknak vannak sajátos érdek, és a magállamok az érdekérvényesítésben felhasználják ezeket az ideológiai érveket, de attól még van mind a kettő, tehát nem, az nem, tehát hogy azért van egy szándék az ideológiai nyomulásra szerintem, csak valóban ezt nemzeti érdekérvényesítésére a németek, vagy a hollandok, vagy bárkik használják. Úgy érzem, hogy az ideológiai nyomás, vagy nyomulás ilyen módon a magyar kormány is csinálja. Igen. Tehát az úgy, hogy kimennek, és akkor mi nem szavazzuk meg ez lesz, azt utána bemegy, kezet fognak a Merkel, jó, minden megvan oldva. Magyar kormánynak nincs rá ereje, meg képessége nyilván, hogy... Hogy az ideológiáját más országokra... Hogy azt mondja, hogy most ti is a családokat támogassátok, nem tudom, a migránsok. De az Orbánt azért azt ne vegyük el. Hát nagyon sokan nem szeretik az Európai Unióban, de... Főleg a politikusok, a lakosság... Sokan között, mert kifejezetten népszerű. Az ideológiai nyomulásra és a magállamok kapcsolatára mondok egy példát, vagy igen, meg is kérdezem, hogy szerinted a holland nagykövetség, ami Magyarországon az összes LMBTQ rendezvény első támogatójaként odaáll, Lengyelországban hány ilyen LMBTQ projekt beállt be a holland nagykövetség? Megmondom nektek, nullába, méghozzá azért, mert Magyarországon ezzel lehet gyengíteni a kormányt, míg a lengyel kormányt nem kell nekik meggyengíteni, mert a lengyel kormány az önmagában is eléggé orosz ellenes. És itt is van, hogy az ideológiát mögött ott van a magállamoknak az a nyomulása, meg az az alapvető érdeke, hogy ők nem akarják azt, hogy Oroszországgal beszélő viszonyban legyünk, mert hogyha itt létrejönne újra, vagy felélékülne a Selyem út, akkor a holland kikötők megszűnnének értékesnek lennie, és Anglia, meg Spanyolország, meg Hollandia menne vissza oda, hát a Merkel halálában volt. De bocsánat, tehát az eredeti kérdés az volt, hogy bizonyos értelemben lehet, hogy rosszul értettem, hogy revízió alá kell venni, vagy kellene venni esetleg. Nyilván olyan szempontból revízió, természetesen nem szó nincs arról, hogy kilépjünk bármelyik szervezetből is, de hogy ezek a szervezetek még azt a funkciót betöltik-e, ami miatt létrejöttek. Például a NATO-nál egyébként ez egy kifejezetten konkrét kérdés. Hát a NATO-nál ez akkor derül neki, ha lenne katonai konfliktus. De hál' Istennek, mert valójában ugye nincs, tehát ez lehet vele riogatni, de Oroszországnak esze ágában sincs támadást intéznie. Igen, de én nem szeretném, ha Magyarország egy orosz szövetség. Nem. Senki nem szeretné, csak hogy az NATO... Ugyanez a helyzet, nincs alternatíva ez, ugyanak meg kell küzdeni belül, mert érdekkapcsolat, meg mindenféléket lehet csinálni. És nem kell szeretni sem, még ezt sem mondom. De ez egy magyar nemzeti érdek, és itt kell kiküzdeni. Nem, én azt látom, hogy az uniónak az egyetlen egy igazi problémája, amivel nem tud mit kezdeni, nevezzük bürokráciának, nevezzük az unió vezetésének, az Orbán úgy szokta írni, hogy nemzeti érdek, én inkább úgy hívnám, hogy nacionalizmus. Tehát az unió... Nem de az egy negatív felhang akkor. De én nem negatív felhangban használom a nacionalizmus szót, az lehet negatív is, az történelmi helyzettől függ. És lehet nagyon pozitív is. Én a magyar reformkort egyik legpozitívabb dolognak látom a magyar történelmben, egy abszolút nacionalista kor volt. A Kossuthot abszolút pozitívnak ítélem, meg egy nacionalista politikus volt. Hát elég nagy baj azért. Hát neked, most én így ítélem meg. Más kontextusú nacionalizmusokat, nem akarok példákat mondani, tudnék, azt meg nagyon negatívnak. Tehát a nacionalizmus az én szememben
önmagában se nem pozitív, se nem negatív, mindig a kontextustól függ. Az Európai Unió meg valamiért nagyon nem szereti, ha valaki elmondja, hogy nekem ez a nemzeti érdekem. Nekik is megvan, ők is csinálják, de nem ezt mondják. Olyan, mint a szellentés kultúrája, mindenki szellent, ezt pontosan tudjuk, de nem illik hangos. Kivéve a nők. Uh-huh. Igen. De jól értem, például neked a szerbek nacionalizmásával sincs semmi bajod, amennyiben magyar honvédtábornokként élik ki. Hát azt nem a magyar honvédtábornokként éltek ki a Damjanics egyébként. Nem a szerb nacionalista éltek ki. De nem, azt gondolom, hogy a minden nemzetnek, és ez a nacionalizmus főhajtó ereje volt, joga van az önálló léthez. Ahogy az Ötvös mondta, mi egyénnek a szabadság, az nemzetnek a függetlenség. Tehát én abszolút legitimnek tekintem a történelembe a függetlenségi mozgalmakat. Én kifejezetten szimpatizálok a katalánokkal például. Tényleg, úgy gondolom, hogy nekik joguk van önálló nemzeti léthez, ha ők így akarják. Hát ugye az EU azért, vagy általában ugye Európa... Most az András szerintem azt mondja, hogy tehát nemzeti érdek jó, de nem beszélünk róla, tehát hogy játsszuk el ezt a képmutatást, hogy nem beszélünk róla, de csináljuk. Hát az európai fősodor ugye azért küzd. Én nem mondtam, hogy csinálja ezt. Azért csak azt mondom, hogy nemzet... uniót zavarja, hogy ez nyíltá van téve. Az európai fősodor ugye azért prüszköl a nemzetállamok, vagy általában a nemzeti érdek érvényesítés ellen, mert azt mondja, hogy ezek okozták a háborúkat, és ezt mindenképp el akarjuk kerülni. Miközben ugye látjuk, hogy a háborúkat valójában a birodalmi törekvések okozták, nem pedig a nemzetállamoknak. Most mindenféle okozta, de ha megnézed... Az most az európai komoly nagy háborúkról beszél. Akár egy mai Németország esetében mondjuk, ha végignézned utólag a görög adósságválságot, és megkérdeznéd a görögöket, hogy mit gondolnak a németekről, ott a német állam kőkeményen végvitte a német bankok érdekeit a görögökkel szemben. Tehát egy perc könyörület nélkül. Viszont a németek mindig úgy csomagolják be az elmúlt 45 óta, hogy kiment, mentő csomag. Hogy ők, mint világpolgár, mint nemzetközi, nem tudom. És mentőcsomagnak nevezik. Sohasem német érdekként. De ajánlanám e tekintetben, mondom, az Obamának az emlékiratait, aki egy külső szemlélő, mert nem német, nem magyar, nem tudom, az Obama, hogy ő hogy látta például ezt a görög adósságválságot és Németországot, és ő írja meg azt, hogy egy tragédia volt, mert érintette Amerikát is persze, az amerikai piacokat, hogy mennyire önzőek voltak a németek. Én ott keresgélnék. Nem én mondom, azt az Obama mondja. Németek, ugye? Hát örüljenek a görögök, hogy nem bombázták Pireusz kikötőjét. De hogy egy példát akartam még korábban mondani, hogy mennyire, tehát nem rajtunk fog múlni, hogy a nemzetközi helyzetünk hogyan alakul, de mások dolgoznak azon, hogy az alakuljon. Például a Biden elvtárs egyik ötlete, hogy a NATO-val párhuzamosan létrehozzák az elkötelezetten demokratikus országok ligáját, akik ma akár fegyveres erővel is, de legalábbis fegyveres erőkre való hivatkozása, nyomás gyakorlása, rezsimváltásokat fognak kieszközölni az olyan illiberális országban, mint például Magyarország és a Fülöp-szigetek. Vannak ilyen tervek? Ezek szerintem ilyen, dumák? Ilyen gumicsontok. Ez... Tehát az a baj a politikával egyébként, hogy, és ezért nincsenek igazán meghatározható programok például, meg aminek a mentén föláll egy ellenzék vagy egy kormány, hogy megnézik, hogy melyik közönség igényt kell kielégíteni, és akkor annak elkezdenek valamit kommunikálni. Aztán lehet valamit annyit kommunikálni, mert a szónak teremtő ereje van, mert általában így keletkeznek a tragédiák, hogy annyit mondják, hogy a végén megtörténik. De hát a visszatérve erre, hogy az Európai Unió nem szereti, hogy valaki kimondja, hogy a nemzeteknek ez az érdekük, ez az Európai Uniónak a hibája, ez ugyanaz, mint a jó edző. Egy jó boxedző az tudja jól, hogy a keze alatt levő 10 gyereket addig tudja a fundamentumok alapján tanítani, amíg megtanítja az alapállásra, a bal meg a jobb egyenesre, és onnantól kezdve vége a protokollnak, minden egyes figura mást kíván, más képzést, más, a gyereknevelés is ettől tud jól működni. Ott születik több boldog gyerek, és államok együttműködése is úgy tud jól működni, hogyha szem előtt tartják, hogy a magyar ezt szereti hallgatni, neki vele így kell kommunikálni. A lengyel azt szereti, és a magyar se gondolhatja, hogy neki ugyanaz jár, mint a lengyelnek, ma a lengyel más, mint a magyar. És a németnek is más a traumája, stb. És bejött mindenki ugye a szövetségi rendszerbe, de egyet nem szabad elfelejteni, alapvetően itt a magállamok határozzák meg, hogy mi a stájsz.
mert egyelőre ők adják a lét, és úgy tud valaki fölnőni minél jobb pozícióban, amikor ugye az a hőn utált sokszor ez a befizető szerep, amit az angolok annyira nem szerettek, de én azt mondom továbbra is, hogy egyébként mi magyarok nem vagyunk ám a rossz helyzetben. Tehát szeretik lesajnálni ezeket, hogy mi győzelmet aratunk, meg nagyon hozsannásan van előadva sokszor itthon, nekem az túl mázas, meg mézes, és nagyon ilyen orosz háborús film, ahogy győzött a miniszterelnök, de ettől függetlenül ezekből a csörtékből, ütésváltásokból nem jött ő ki olyan rosszul. Tehát azt nem, lehetne még egyféle dolog, hogy Magyarország legyen egy független ország. Nekem volt ilyen programom, mikor még miniszterelnök akartam lenni. Kiszállni az összes nemzetközi ilyen szövetségből, totálisan semleges állammá válni, adóparadicsommal alakulni, bárki hozza ide mosni a pénzét, legalizálni a prostitúciót, a kábítószereket, erre nagyon jó orvosi infrastruktúrát lehet felállítani, mert a megelőzés fontos, államosítani a Balaton partját, és egy kaszinóvárost, egy Sin City-t fölépíteni, a külföldön harcoló magyar lányokat Svájcból, Németországból, és utána pedig repülőterekre jöhetnek a keleti milliárdosok, és semmi bajunk nem lesz. Nem nagyon belerendültél. Figyelj, az én programom meg az nem volt, hogy közös magyar-japán határt összeállítsuk, és na, ez se rossz. Az egyik gyerekem meg is rajzolta azt a földgömböt. Én azt gondolom, hogy Magyarország... Ráncs vissza minket a földre, nem, kérlek, András. Én azt gondolom, hogy Magyarország a történelmi győztes oldalán van, hál' Istennek a 21. században ez nagyon jó dolog. Rengeteg probléma és konfliktus van a győztesek tekintetében, már úgy értem, hogy érdekkonfliktus, ez business as usual, ez a dolgok normális menete. Nem kell ettől megijedni, nem kell revideálni, szóval nem kell semmi olyanban gondolkodni, ami az ország helyzetét szerintem nemzetközi értelemben teljesen módosít. De van ennek reális veszélye, hogy bárki komolyan ilyesmiben gondolkodna? Hát amíg hergelik egymást, abból lesz a veszély. Hát, igen, azt mondta, hogy két percünk van. Nem, hát akkor van egy veszélye ennek, hogyha elindul egy olyan retorikai mező, és ebben ez jogos, hogy a szavakból egy idő után valóság lesz, elindul egy olyan retorikai mező, amikor már egy olyan kulturális paradigmarendszert nyomnak, hogy ne tudjál másként hát, gondolkodni. Ma igazából már a Jobbik is lejött. Ezt akarom mondani, hogy nincs olyan politikai erő, amelyik megkérdőjelezné az hát EU vagy a NATO tagságunknak a fontosságát. Kinga föltette a kérdésre, de rajta kívül senki nem tesz. Most, de volt. Melyik kérdés? Hát ezt, hogy újra gondoljuk-e vagy sem. Ja. De nem azért tette föl, hogy ne az ő számlájára írjuk, mert nem ő találta ki a kérdést. Ma én voltam, bevallom. Most nincs ilyen, de volt ilyen. Hát volt ilyen többször is az elmúlt 30 évben, és szerintem... De sosem volt a hatalom közelében. De mindig törekedett rá, és sose lehet tudni, hogy nem lesz-e. Mert az, hogy a történetben valami már volt, abból nem következik, hogy lesz is, de hogyha nem volt valami, akkor nem következik, hogy nem lesz. Szerintem abban hadd egészítselek ki, hogy én nem vagyok ennyire optimista, mint te, hogy Magyarország a győztes oldalommal mondtad, hogy a győztes boxban vagy a fociban tudjuk, az kb. Egy percig győztes, utána kezdődik a fölkészülés a következő meccsre. Ez az élet. Ez az élet, így van. Tehát, hogy mondjuk mi most szerintem azért vagyunk, Magyarország úgy értem viszonylag jó pozícióban, mert most nem akarom a jelenlegi kormányt nagyon fényezni, mert nem szorulnak rá. De annyira jó, hogy már nem is szorul. Így van. 20 másodperc. Hát, még egy kicsit fényezhetett, de nagyon rövid. A lényeg az, hogy mégis föl tudtunk zárkozni a visegrádi másik három országhoz képest, tehát hogy viszonylag jó és erős a magyar gazdaság, stb. Tehát, hogy az, hogy győztes oldal legyünk, ahhoz naponta a gazdaság, társadalom, politikát, stb. Tehát állandóan újabb győzelmeket kell arra. Így van. Igen, nekem hát ennek szellemében sajnos el kell búcsúznunk. Az unió nagyon gazdag. Két hét múlva jogos, két hét múlva Kínára vetjük, úgyhogy az egyik témán két hét múlva Kína lesz. Mit szóltok hozzá? Ez volt a Politikai Hobbista Plusz. Köszönjük a figyelmet. Legközelebb itt a Pesti TV-n hétfő este normál Politikai Hobbista. Tartsatok velünk. Kellemes hétvégét. Sziasztok! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!